Nemzeti kisebbségek, hidak a közösségek között. Ezzel a címmel zajlik már másfél éve egy Európai Uniós program Magyarországon és Horvátországban. A projekt keretein belül most egy kerekasztal beszélgetést szerveztek Pécsre, ahol az együttműködő partnerek találkozhattak egymással. A középpontban a nemzetiségek, a kultúra és a turizmus állt. Megpróbáljuk megnézni, hogy a határ két oldalán élő nemzetiségek, tehát a magyarországi horvátok, illetve a horvátországi magyarok, milyen módon tudnak bekapcsolódni a turisztikai programokba, hogyan lehet a már meglévő programokat kicsit jobban népszerűsíteni. Ezáltal az elérhetőséget is szeretnék növelni mind a magyarországi, mind a horvátországi érdeklődők számára. Egy fontos kérdés, illetve probléma is felmerült a projekt során, ez a kommunikáció. Blazsetin István elnök példaként említette, hogy a magyarországi horvátok érthető módon nem angol nyelven szeretnék követni a programokat, hanem saját anyanyelvükön. Erre is keresnek megoldást. Ebben lehet talán a nemzetiségeknek szerepe, mivel kétnyelvű emberekről beszélünk, hogy a közvetítésben segítsenek, illetve a saját rendezvényeiket megpróbálják magasabb rangra emelni, és oda bevonni hát külföldről érkező érdeklődőket is. A projekt egyébként június 30-áig tart, a zárókonferenciát június 14-én rendezik meg Pécsen. A legfontosabb események már lezajlottak, tette hozzá Blazsetin István. A pécsi horvát önkormányzat olyan rendezvényekkel vett részt az együttműködésben, melyeknek hagyománya van és sok érdeklődőt vonzanak.